Jó estét kívánok! Termelői vásárral egybekötött gasztronómiai konferenciára vertek az érdeklődőket itt a Hímer házban. Erről lesz szó a mai esti mérlekben, tartsanak velünk! A konferencia célja, hogy párbeszédet, kapcsolatot teremtsen a szakácsok, vendéglősök, illetve a minőségi terméket előállító hazai termelők között, pozitív példákon keresztül bemutassa és megvitassa, mi lenne a termékek ideális útja a termelőtől az éttermekig, hogy a hazai alapanyagok állandóan jelen legyenek az étlapokon. Alapvetően ugyebár ez egy a Magyar Konyha és a Stíusos Vidéki Éttermiség által létrejött kis díjátadó, amit annak idején a Magyar Konyha kezdett el. Már régóta dolgozunk azon, hogy a termelőknek a gasztronómiába való bekapcsolódását tudjuk segíteni, és ennek az összefogásnak egy ilyen kis gyümölcse ez a konferencia, ami alapvetően, ugyebár most a mai programból is kitűnik, hogy az elég széles körű, tehát itt a marketingtől elkezdve a piacra jutás, illetve hogy milyen lehetőségeik vannak a termelőknek, ennek a bemutatása, illetve egy ilyen kis kapcsolattartás az éttermek és a termelők között. Tehát a konferencia egy eléggé összetett. Mik a legfontosabb témák, amik ma fókuszba kerülnek itt a fenntarthatóságra és a klímaváltozás, klíma és a konyha kapcsolatára gondolok, hogyan jöttek ezek a témák, miért aktuálisak most? Alapvetően ugye a klímatéma, egy egészséges klímatémáról beszélünk, tehát az szerintem fontos, ugyebár a termelők szempontjából is. Akkor bemutatunk olyan termelőket, akik a saját tapasztalataikat mondják el, hogy kerültek mondjuk akár éttermekkel kapcsolatban, hogy tudták felépíteni a saját kis vállalkozásukat. Akkor a svéd részéről, hogy hol járunk, ugyebár itt az előző konferenciáknál már voltak bizonyos lépések, hogy tudnánk ezt a termelői kört bővíteni, illetve marketing szempontból, hogy mi fontos, vagy mire van szükség akár a természetesen tudjuk, hogy a termelők nagy része azért termel, vagy tenyészti az állatokat, tehát lényegesebben nehezebb dolguk van, mint mondjuk egy nagyobb vállalatnak, de hogy esetleg hogy tudunk nekik segíteni az, hogy piacképesebb termékeket tudjanak létrehozni. A gasztronómia nagyon fontos manapság. Hol tartunk ma? Ezen a konferencián is ugye nagyon kiemelt szerepet kap az, hogy mondjuk a termelők is be tudjanak csatlakozni, és a szakácsok is találkozzanak. Milyen jelenleg a kapcsolatrendszer? Hát ezt már többször említettem, hogy itt azért volt egy olyan történelmi hátterünk, ahol az a fajta kapcsolatrendszer megszűnt, ami mondjuk egy nálunk erősebb vagy nagyobb gasztronómiai kultúrával rendelkező országokban benne van. Ugyebár itt a paraszti gazdálkodás és azok a lehetőségek teljesen eltűntek, úgyhogy a termelők között is egy generációkról beszélünk, nincsen meg a kapcsolat az éttermek között, tehát az a kapcsolat, ami mondjuk egy kézfogással megkötődött régen, ezeket újra kell építeni, természetesen szerződéses úton, de hogy azért nagyon az elején jár, én úgy érzem. Vannak nagyon jó termelők, de valahogy nem tudnak belekerülni ebbe a gasztronómiai körforgásba, úgyhogy ez itt az egyik legnagyobb probléma. Már 10 év óta mi szerkesztjük a Magyar Konyhát, és az a küldetésünk, hogy a termelőket is támogassuk, ne csak recepteket adjunk az újságban, és éppen ezért gondoltuk 3 éve, hogy elkezdünk egy olyan mozgalmat, egy olyan konferenciasorozatot, ahol a termelőknek és a szakácsoknak közösen szervezünk programot, hogy megismerjék egymást, hogy a termékek minél könnyebben eljussanak az éttermekbe, az éttermek étlapjaira. Ezért van ez a konferencia, amit most örülünk, hogy Székesfehérváron tartunk, mert hogy a regionalitás az egyik legfontosabb kérdés manapság a gasztronómiában. A másik fontos kérdés pedig a klímaváltozás kapcsán, amiről most ugye minden nap beszélünk, a gasztronómiának nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy segítsük a fenntarthatóságot az éttermekben, a termékekkel. Hát nagyon örültünk, mert idén 186-an jelentkeztek, reméljük el fognak férni itt a Hímer házban Székesfehérváron. Lehet, hogy éppen ez egy hívó szó volt, hogy a fenntarthatóság, mint a gasztronómia egyik fontos küldetése, itt most megjelenik, és a kérdés minden szempontból felvetődik, a termelők, a szakácsok és a tudósok szempontjából is. Emellett a regionalitás pedig itt, így, hogy Székesfehérváron tartjuk, ahol szintén van egy olyan piac, ahol nagyon figyelnek a fenntarthatóságra, ott helyben varják
a szatyrokat, és kifejezetten figyelnek arra, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak. Jó példát mutatnak úgy, mint ahogy az élő tisztások, akiket szintén meghívtunk a konferenciára, így a két ilyen tipikus termelői piacot is össze tudjuk hasonlítani, akik mindig is nagyon tudatosan figyeltek arra, hogy a termelők hogyan jelennek meg. Mindig is figyeltünk arra, hogy a kis termelőket mutassuk be, tehát nálunk az ipari termékek nem nagyon jelennek meg, és minden hónapban egy magyar ízek rovatunkban bemutatjuk azokat a kistermelőket, akik kifejezetten ezt a tudatos kistermelői magatartást képviselik, és mostanában meg egyre többet megyünk el piacokra, és mutatunk be olyan termékeket, amelyek a tudatosságot figyelembe veszik. Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, egy város életéhez a gasztronómia hozzátartozik, ezért fontos, hogy egyre több olyan vendéglátóhely legyen a városban, ahol minőségi ételekhez juthatnak a vendégek. Ha azt mondjuk Fehérvárról, hogy tele van élettel, akkor ez csak úgy elképzelhető, hogy megvannak azok a helyek, ahol ezt az életet lehet élni. Szerintem sok jó és fontos minőségi hely van már a városban, de nyilván mindig mindenen lehet még változtatni, új tudást megtanulni, megtapasztalni, jó gyakorlatokat, amik máshol kialakultak, esetleg átvenni. Úgyhogy ezért örültünk annak, hogy most ennek a konferenciának a helyszíne Székesfehérvár. Járok a városi piacra is, és járok a Jancsár piacra is, mint termelői piacra, és azt látom, vagy azt érzékelem, hogy folyamatosan nő ezeknek a látogatottsága. Ez valószínűleg összefügg azzal, hogy nyilván az emberek jövedelmi szintje is szerencsére folyamatosan emelkedik. A másik oldalon pedig szerintem az igény szint is emelkedik, hogy minőségi, ellenőrzött helyről származó alapanyagokat tudjunk hazavinni, és ezt tudjuk zöldségben, húsban, gyümölcsben, vagy akár egyéb más árucikkekben is fogyasztani, vagy ezeket felhasználni. Én azt várom, hogy ez a jövőben tovább fog erősödni és emelkedni. Ez lehetőség a minőségre, és lehetőség arra is, hogy maguk a termelők is, maguk a kereskedők is tudják magukat fejleszteni, a saját tudásukat korszerűbbé tenni, és ezt aztán megvalósítani a mindennapok munkájában is. A találkozón Viski József, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára kiemelte, a termelők versenyképességét támogatni kell, és vonzóvá kell tenni a saját termést. Ehhez a kormány minden segítséget megad. Rengeteg olyan támogatási forma van uniós forrásból, ami meg nincs, azt megpróbáljuk magyar forrásból pótolni, ami hozzájárul ahhoz, hogy ezt a versenyképességben történő hátrányt, ezt valamilyen kompenzáljuk, és azt láthassuk, hogy Magyarországon igenis növekszik azoknak a száma, azoknak az őstermelőknek a száma, a mikrokis és középvállalkozásoknak a száma, akikről részben ma is szó van, és akiknek szeretnénk, hogyha megjelenne, illetve nagyobb mértékben megjelenne a terméke a piacokon, hogy azt utána a magyar vendéglátóipari egységben fel tudják dolgozni, és el tudjuk fogyasztani, illetve a magyar piacokon helyet cseréljen, és az asztalra kerülhessen. Vannak olyan támogatásaink, ahol földhöz kapcsolódnak, tehát biztosítunk támogatásokat, próbálok kicsit végigmenni az egészen a földtől az asztalig, illetve a piacig, hogy milyen támogatásokat tudunk nyújtani. Kezdődik ez a termőföldtől. Van az AKG támogatásunk, ami talán az egyik legnagyobb támogatásunk, illetve van az ökogazdálkodóknak szóló támogatásunk. Ebbe pont olyan környezetkímélő technológiákra ösztönözzük a programban résztvevő gazdálkodókat, ami által ugye a talaj nem használódik úgy el, a humusztartalma az nem csökken, vagy adott esetben nőni is tud, az ott lévő biodiverzitás megmarad, vagy növekszik, és éppen ezért 100 milliárdos nagyságrendben tudunk pénzeket. Az AKG programban 260 milliárd forintot, az ökogazdálkodóknak pedig valahol 100 milliárd forint körüli összeget tudunk biztosítani, és ennek köszönhetően az AKG programban, illetve az ökok programban 900 ezer hektár, tehát a 9 millióból 900 ezer hektárt ebbe a két programba be tudtunk vonni. Van 4163 támogatott ökogazdálkodónk, akiknek ugye támogatást tudunk azért adni, hogy ők otthon jó minőségben, permet nélkül, és tényleg csak természetkímélő módon és természetes módszerekkel állítsanak elő élelmiszereket. Tehát vannak olyan támogatásaink, amik itt jelennek meg a legelső ponton, a termelt földhöz kapcsolódóan jelennek meg, hogy aki ezeken környezetkímélő, illetve ökó módon termel, de az ő kiesésüket, mert ugye itt biológiai növényvédelem kell, vagy adott esetben jóval nagyobb emberi kapacitás szükséges, ez drágább, és ahhoz, hogy ők meg tudjanak maradni,
és versenyképesek legyenek, ugye utoljára mondom el, támogatásokat kell nekik adni. Magamat figyelmeztettem ezzel az utoljára mondom el, mert azt hiszem már legalább 5-5-ször utaltam le. Tehát, hogy adunk a földhöz kapcsolódóan támogatásokat, ezen túl külön támogatásokat biztosítunk arra, hogy az őshonos fajokat meg tudjuk tartani Magyarországon. Tehát valamennyi ágazatban, illetve valamennyi fajra, vagy hát kiemelt fajokra támogatást nyújtunk a tenyésztőknek arra, hogy ezeket a Magyarországon őshonos növényfajokat, illetve állatfajokat megőrizzék. Van génbank intézetünk, ami úgy gondolom az egyik legnagyobb érték Magyarországon, a Növényi Diverzitás Központ, most már Nemzeti Diverzitás Központ, ahol egyrészt őshonos állatokat, másrészt pedig őshonos növényeknek is a vetőmagjai el vannak rakva mélyhűtőkbe, és várnak arra, hogy felszaporítsák, tavasszal paradicsompalántákat szoktak osztogatni, és éppen azért, hogy az ember ne a múltikba vásárolja meg mondjuk az akármilyen paradicsommagot, ami aztán vagy lesz valami, vagy nem lesz valami, el lehet menni a Növényi Génbank Intézetbe, meg lehet ott vásárolni nyomott áron azt a paradicsompalántát, és utána jó minőségű, magyar talajhoz szokott, magyar klímához szokott őshonos paradicsomfajtákból lehet utána jó ízűen falatozni, lecsót készíteni. Tehát ezek azok a támogatásaink, amik elsősorban az alapanyagokhoz, illetve a földhöz kapcsolódnak. Másrészt pedig ugye kérdés az, hogy kiket akarunk támogatni. Tehát volt korábban egy olyan politikai szemlélet, amikor is a nagy szántóföldi gazdaságok voltak azok, akik a támogatásokhoz hozzájuttattak, legyen az nemzeti támogatás, vagy legyen az uniós támogatás. Ők voltak azok, akik elvitték a támogatások háromnegyedét, a 1-2%-a a mezőgazdasági vállalkozóknak. Ezen próbáltunk változtatni, és a mostani vidékfejlesztési programban szempont volt az, hogy a mikrokis és középvállalkozások kapják meg a források 80%-át. Ezt mind a programban, mind pedig az egyes felhívásainkban lerögzítettük, hogy 80%-ot csak a mikro, kis és középvállalkozások vihetnek el, a 20%-ot pedig mindenki. Tehát ott bejöhetnek az ennél nagyobb vállalkozások, de ott a mikro, kis és középvállalkozások is bejöhetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a forrásoknak minimum a 80%-a, de vannak olyan pályázataink, ahol akár a 90%-a ebbe a családi méretbe, illetve ebbe az üzemméretbe hasznosul. Nekünk is az volt a fontos, hogy a családi gazdaságokat, a kistermelőket tudjuk támogatni. Vannak olyan támogatásaink, legyen az egy állattenyésztéshez, élelmiszerfeldolgozáshoz, kertészeti ágazathoz tartozó támogatás, amit így ebben a formában biztosítunk a termelőknek, illetve készültünk külön olyan támogatásokkal, amik a legkisebbek számára állnak rendelkezésre. Ugye az uniós forrásoknak van egy olyan sajátossága, hogy vannak bizonyos előírások, amiket be kell tartani ahhoz, hogy ezeket igénybe lehessen venni, és van ugye az a réteg, akik pont például a kistermelői kategóriába is tartoznak, akiknek nincsen megfeltétlenül a mezőgazdasági árbevétele, mert nem ez a fő tevékenysége, hanem ez valamilyen kiegészítő tevékenységként, egy háztáji gazdálkodóként folytatja, vagy nincsenek egy mezőgazdasági üzemmérete, amit elvár az uniós szabályozás, éppen ezért készültünk olyan támogatásokkal, és készültünk olyan általány támogatásokkal, amik a legkisebbeknek, aki tényleg csak 10 zsák gombát állít elő egy évbe, aki tényleg csak a kertjébe, a háztáji gazdaságában gazdálkodik, és az üzemmérete nem éri azt a mennyiséget, amiben az uniós pályázatokban egyébként részt tudna venni, viszont a saját gyümölcsfáiról valamilyen módon szörpöt, lekvárt vagy bármilyen feldolgozott, jobb esetben pálinkát állít elő, ugye, vagy gyümölcsbort állít elő, vagy tényleg bármilyen a kertjében megtermelt növényi kultúrát, vagy adott esetben az állataiból tényleg kisléptékben valamilyen élelmiszert, kolbász, szalonnát, bármit állít elő, vagy kiviszi a bontott csirkét a piacra, tehát készültünk számukra ilyen támogatásokkal. A program keretében Lévai Anikó, a Magyar Konyha Szerkesztőbizottságának elnöke átadta a Magyar Konyha termelői díjakat. A konferenciával párhuzamosan pedig termelői vásárt is rendeztek. Az ország minden részéről érkeztek kiállítók a Hímerház udvarán felállított rögtönzött piacra, ahol sajtokat, szörpöket, sütőtököt és más ínyenségeket kóstolhattak és vásárolhattak az érdeklődők. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!